megpróbáltam arra koncentrálni, hogy milyen lehet monomániásan ráakaszkodni az anyádra, aki nem úgy szeret, vagy szeret, csak nem annyit, meg úgy, ahogy te szeretnéd, és akkor ez hogy lehet átalakítani egy ilyen megszállottsággá. Egy fiúról szól, aki 16 éves születésnapja előtt 3 nappal 8 iskolai osztálytársát és 2 tanárát meggyilkolja egy számszeri segítségével, bemegy az iskolába és elkövet egy ilyen tömegmészárlást. Ő a Kevin, és az ő anyukáját Évának hívják, és ez a regény, amit a Lionel Shriver írt, ez egy levélregény. Az Éva ír leveleket a férjének, a Kevinről és az egész incidensről. Miután már megtörtént az incidens, tehát egy ilyen visszatekintő, múltba tekintő levelezés ez. Ugyanazt a szerepet játszott. Igen. Volt és már ilyen veled amúgy? Nem. Soha nem volt ilyen. Nem tudom, hogy a másik Éva hogy van vele, de nekem nincs hiányérzetem, sőt én nagyon szeretem azt, hogy a Petra az más. Tulajdonképpen ő írja ezeket a leveleket, vagy mondom ezeket a leveleket, és amikor visszamegyünk az időben, és visszaemlékszik egy jelenetre, ott látja a saját fiatalkori énjét, vagy belemegyünk helyzetekbe. Kétsíkon. És aztán az is érdekes, hogy aztán ez nem mindig lesz így, de ezt nem áruljuk el. Nagyon nagy csatánk volt az egésszel kapcsolatban, hogy Évát hogy Évát megvédjük. Igen. És hát muszáj volt olyan történeteket is még bele-bele rakni, mert azért ez egy nagyon, egy anya nem szereti a gyerekét. Ezt így ki, tehát van egy ilyen állítás. Én nem így. De az, hogy mi történik, ez most nem rólunk beszélek, igen, hanem csak úgy általában. Igen. Az, hogy mi történik, az, hogy mitől nem hogy miket csinál ez a gyerek, és hogy tehát ezek... És a levelekből ismerjük meg a történetet. De valójában ugye sokkal inkább az anya és a fia kapcsolatáról, a Kevin születéséről, annak körülményeiről és a korai gyerekkorról szól ez. Amikor egy ilyen brutális anyaggal foglalkozunk, akkor egyszerűen szerintem ez ilyen életmentő reflex, hogy nem lehet itt eret vágni a 24 órában, tehát amikor az ember bejön, hanem muszáj, hogy a feszültség kijöjjön, és én nekem meggyőződésem az, hogy laza lélekkel tud az ember érzékenyen játszani. Éreztük, és egyébként főleg a Petra, ő volt a védőbíró, és aztán egyszer megfordult, ez nagyon érdekes, tehát ő nagyon sokáig mondta, hogy muszáj nekünk pontot, igen, szerezni, mert a néző abstart az anyát fogja hibáztatni, igen, és hogy muszáj úgy játszunk, meg kanyarítsuk a dolgokat, hogy azért meg lehessen érteni ezt az embert, mert ha csak azt nézzük, hogy mi történik, akkor majdnem mindent rá lehet fogni, hogy ja, hát azért, mert hát az anyja. Valószínűleg Kevin pszichózisa miatt empátia hiányos, és az nagyon sok energiát és figyelmet igényel, hogy ki tudjam zárni a kollégák által remekül eljátszott és megélt pillanatokat, és ne legyenek rám hatással. Nagyon mást csináltunk most, mint amit általában szoktunk, vagy inkább azt mondom, hogy léptünk egyet előre ahhoz képest, ami talán egyfajta letisztultságot, vagy egyszerűséget, színpad értelemben vett egyszerűséget, tulajdonképpen statikusságot kerestünk itt, mert azt éreztük, hogy az alapmű az valahogy ezt, meg az adaptáció formája is valahogy ezt erősíti, és ez ebbe az irányba löki a dolgot. Frontális játéknak van egy nagyon nagy ereje a nézőkre,
és azáltal, hogy statikusak vagyunk végig, így minden apró mozdulat jóval hangsúlyosabb lesz, és ezzel lehet játszani folyamatosan. Én abban bízom, hogyha nem ismerünk erről beszélni, ha nem ismerik a nők kimondani, szerintem nagyon sok nőben vannak hasonló félelmek. A gyerek szülés, a gyereknevelés kapcsán.